Egyre nagyobb a feszültség a menedékkérők miatt egy kisvárosban Ciprus nyugati részén. A 7000 lakosú Klorakaszban, amely a turisták által közkedvelt Pafosztól néhány kilométerre fekszik, 800-ról 1700-ra nőtt a bevándorlók száma három év alatt. A legtöbben szíriaiak. A polgármester azt szeretné, ha elmennének innen. A rendőrök kopogtattak az ajtómon, de nem nyitottam ki. Erre betörték, és elvittek a bevándorlási hivatalba. Aláírodtak velem iratokat, amelyeknek nem ismerem a tartalmát, mondta egy férfi, aki illegálisan érkezett Ciprusra, Törökországból. Menedékkérők vagyunk, semmi közünk az itteni problémákhoz. Ez csak három-négy embert érint. Súlyos árat fizetünk ezért, mivel megszüntették a segélyezésünket, tette hozzá egy másik szíriai. December végén két komoly incidens volt ázsiai bevándorlók között. Két csoport tagjai között volt incidens, akik illegális cselekményeket követtek el. Kiabálva vitáztak, megfélemlítették a helybelieket. 13 embert letartóztattunk, bíróság elé állítják őket. Nem mondom azt, hogy minden bevándorló nehézséget okoz nekünk, de meg akarjuk szüntetni az aggasztó incidenseket, magyarázta a Páfoszi bűnügyi rendőrség vezetője. Az EU-ban a lakossághoz viszonyítva Cipruson a legmagasabb a menedékkérők száma. A ciprusi kormány azzal vádolja Ankarát, hogy a kettéosztott sziget török részéről sok embert átküld az ENSZ által ellenőrzött ütközőzónán keresztül.